Az idei, részben bőtáplálékot nyújtó esztendőben a gólyák viszonylag sok fiókát tudtak nevelni. A Magyar Madártani Egyesület adatai szerint a hazai állomány 5000 pár körül állandósult a korábbi 7000 párral szemben. Megmaradásukhoz jelentős segítséget nyújtott a számos, kihelyezett fészekalap. A június-júliusi gyűrűzési adatok szerint a Dunatisza közén 3-4 fiókát neveltek a szülők, melyek az elmúlt napokban elhagyták fészkeiket és megkezdték a repülési próbákat. Sokfelé nagyobb csoportokba is verődtek, közösen keresik a táplálékot és gyakorolják a repülést. Az egy évtizede még csökkenő számot mutató gólyák száma jelenleg állandó számot mutat. Már nem sok idejük maradt a hosszú vonulási útra való felkészüléshez, mivel augusztus 20-a tájékán szinte egyik napról a másikra útnak indulnak afrikai telelőhelyeikre.